A magyar érdek az első, a nemzeti konzultációról beszélt Hoppál Péter Békés Csabán. Nem lehet ezentúl feltankolni a megfázás elleni szerekből, benzinkutak, drogériák helyett mostantól csak a patikák forgalmazhatnak paracetamolt. Ahol még a zserbó is libából készült, Libamáj Fesztivál Orosházán. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Magyarországnak ki kell tartani az elmúlt 7 évben elért eredmények és az állampolgárokkal közösen tervezett jövő mellett, mondta a kultúráért felelős államtitkár Békés Csabán. A politikus csütörtökön tartott nemzeti konzultációs lakossági fórumot. A kormány májusban indította el országjáró körútját. 3 hét alatt valamennyi választókerületben, mintegy 130 helyszínen tartanak fórumot. A legelső és legfontosabb számomra ez a migráns helyzetnek a megoldása. Azért is jöttem el, ugyanis én úgy gondolom, hogy a saját jövőnk, a gyermekeink és unokáink jövője forog kockán, úgyhogy mindenféleképpen meg kell azt tenni a kormánynak, hogy megtagadja azt, hogy bevándorlókat, akár egyet, akár kettőt is az ország területére telepítsenek. A nemzeti konzultációban feltett kérdések olyan témákra vonatkoznak, amelyekben Magyarországnak vitája van Brüsszellel. A kérdőív érinti a határok védelmét, a migráns kérdést, a rezsicsökkentést és az adók meghatározását is. Hanó Miklós választókerületi elnök szerint nagyon fontos, hogy meghallgassák az állampolgárok álláspontját több kérdésben is. Egy nagyon fontos véleményformálás, és a lakosság jelentős része így elmondhatja, hogy mit szeretné, és remélhetőleg, ami a kormány most nagyon jól képvisel, hogy egy keresztény Európát tartsunk fönn, és a országunk, Magyarország a szuverenitását, a önállóságát fenntarthassa. A kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti konzultáció sikeres, eddig 1,5 millióan küldték vissza a kérdőíveket. Véleménye szerint a feltett kérdésekben mindenki érzi a saját, személyes felelősségét. Magyarország, ahogy megerősödött, ezeket az eredményeket nem szabad elveszíteni. És úgy tűnik, hogy a brüsszeli központosítási tervek azok a felé haladnak, hogy a saját döntéshozatali rendszerünkben korlátoznának bennünket. Így az adópolitikában, az energetika politikában, a munkahelyteremtésben és a migráció kezelésében Magyarország kitart az eredményei mellett, és kitart amellett, hogy az emberekkel közösen alkossuk meg a jövőnket. A kormány a bankok és a multinacionális vállalatok megadóztatásával a magyar érdekeket képviselve vezette ki az országot a csőd közeli helyzetből, tette hozzá Hoppál Péter. Az államtitkár kiemelte, Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti konzultáció eredményeként kifejtett állásfoglalással is a magyar állampolgárok érdekeit képviseli majd Brüsszelben. Éves küldött gyűlését tartotta a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az elnökség döntött a kamarai díjak odaítéléséről is, melyeket a kormányhivatal épületében adtak át az arra érdemeseknek. A kamara gyűlésén emlékdíjat kapott Hócsági Tamás, a megyei kamara korábbi elnöke. Az ő nevéhez fűződik például a rendszerváltást követő megyei kamarai rendszer működésének megszervezése. Az elnökség, a vezetőtársak úgy gondolják, hogy én a munkám alapján megérdemlem ezt a díjat, vagy ezt a kitüntetést, azt én nagyon szépen megköszönöm nekik. Én nem ezért csináltam, hanem azért, mert szerettem volna lehetőleg a legtöbbet nyújtani és segíteni a Békés megyei vállalkozóknak, hogy boldoguljanak, hogy előbbre jussanak, hogy a vállalkozásukat jobban tudják működtetni. Az év kamarai vállalkozója elismerést a KNER nyomda ügyvezető igazgatója Kása István Zoltán kapta. Hozzá köthető a nyomda feltámasztása és egy olyan oktatási reform bevezetése, melynek célja a nyomdás szakma népszerűsítése. Én azt gondolom, hogy megtettük az oktatás területén is azt a feladatot, amit egy iparági vezető vállalatnak meg kell tennie. Az oktatói bérezési programot gondolom, ezt a gyerekeknek a beiskolázásának a segítését, új szakképző centrum kialakítását, és hát ezen túl természetesen vannak olyan egyéb akcióink is, ami én azt gondolom, hogy a KNER nyomdát talán kiemeli a többi vállalat közül. A kamara elnöke azt mondta, fontos a vállalkozások munkájának elismerése, ezért díjazzák az arra érdemeseket minden évben. Most nagyon fontos szempont volt, hogy utóbbi időben komoly beruházásokat végezzen, vagy pedig valamilyen komoly teljesítményt, egyedi teljesítményt kellett elérnie, és nagyon fontos volt a beruházásokkal összefüggéssel, illetve abból következik is,
hogy növelje a foglalkoztatás, ami szintén nagyon fontos felület és nagyon fontos szempont. A megyei kamarától elismerést kapott még az év kézműves vállalkozója Palkóné Zámbó Edit Fodrász, az év kereskedője és szolgáltatója Bora Imre, a Bora Kft. Ügyvezetője, valamint az év ipari vállalkozása, a Kazép Kft. Ügyvezetője Gelegonya László. A díjátadás után a küldöttek több napi rendi pontról is döntöttek, és elfogadták a kamara működéséről és gazdálkodásáról szóló előterjesztést. Az ülés az idei program terv és költségvetés tervezet egyeztetésével zárult. Már csak pár nap maradt hátra a személyi jövedelemadó bevallás ellenőrzésének és leadásának határidejéig, május 22-ig. Azok, akik a NAV bevallási tervezetét elfogadják, már nem kell tenniük semmit, ugyanis az a határidő lejártával minden további adminisztráció nélkül hivatalos bevallássá válik. Azok, akik még nem fogadták el a tervezetet, május 22-én éjfélig átnézhetik, kiegészíthetik és jóvá hagyhatják, amit legegyszerűbben az ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető új netes felületen. Kérdés esetén hétvégén is hívható a NAV általános tájékoztató rendszere, ahol 8:30-tól délután 13:30-ig fogadják a személyi jövedelemadózással kapcsolatos kérdéseket. A tervezethez csak a munkáltatóktól vagy kifizetőktől érkező adatokat használhatta fel az adóhatóság, ezért az adózóknak jövedelmi igazolásaikkal és kedvezményeikkel kell összehasonlítaniuk a NAV tervezetét. Szintén május 22-ig lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról. Az új elektronikus rendszer az adóhatóság tudatos szemléletváltásának része, amellyel az ügyfélközpontú szolgáltató jelleget szeretnék előtérbe helyezni. Ennek első lépése volt a személyi jövedelemadózás megújítása. Mivel a legszélesebb réteget és általánosan a magánszemélyeket érintő kötelezettségként jelenik meg az adóztatásban, és ebben kívánt, tekintve, hogy az információkkal rendelkezik az adóhatóság, egy olyan szolgáltatást adni, ahol az adózóknak csak ellenőrizniük kell, jóváhagyniuk, és ha esetleg teendő van, akkor kell az adóhatóság ügyfélszolgálataihoz forduljuk. Visszaszorult Békés megyében a mezei pockok száma ám egyre nagyobb területen okoz károkat a selyemfényű puszpángmoly és a védett hörcsögállomány. Többek között erről is beszámoltak a megyei kormányhivatal, az Agrárgazdasági Kamara és a Szent István Egyetem szakemberei Békés Csabán. Az is kiderült, hogy Békésben összesen 13 ezer egységes kérelmet adtak be a gazdák, ebből 9 ezeret az Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózatának segítségével. A gazdák döntő többsége még időben beadta egységes kérelmét, derült ki csütörtökön összevont sajtótájékoztatón. Lényeg az, hogy 15-ével ugye letelt az a határidő, amely még szankciómentesen adható be, és hát a gazdáink túlnyomó része elenyésző csekély hányat kivételével eleget tett a határidőn belüli kérelem benyújtásnak. Ahogy arra a Békés megyei kormányhivatal agrár és vidékfejlesztés támogató főosztályának vezetője is emlékeztetett, május 9-ig van lehetőség az elmaradt kérelmek benyújtására. Dr. Rákóczi Attila hozzátette, határidő után a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken. A Csabagyöngye Kulturális Központban megtartott sajtótájékoztatón emellett az is elhangzott, hogy gyérült a Békés megyében található mezei pocok állomány. A Békéscsabai Járási Hivatal növény- és talajvédelmi osztályvezetője szerint azonban egyre nagyobb problémát jelentenek a hörcsögök, ugyanis védett fajról van szó, így csak komoly szabályok betartásával lehetséges a gyérítésük. Komoly károkat okoznak a dísznövényekben a selyemfényű puszpángmolyok is. A szakember elmondta, a védekezéssel már elkéstek. Ellenben fel kell rá készülni, hogy azokat a növényeket, amiket nem pusztított ki, abban az esetben az ősz folyamán mindenféleképpen kezdjünk el védekezni. Tisztítsuk, vágjuk vissza a növényeket, a szükséges molyok elleni szereket vigyük fel a növényekre, az alattak létrejövő avart mindenféleképpen tisztítsuk meg. Ebben az esetben a jövő évben örülhetünk annak, hogy újra kinőnek a növényeink és nem pusztultak ki. Az utóbbi időszak hektikus időjárása kedvező hatással volt a kalászosoknál a gombabetegségek megjelenésére, közölte a Szent István Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Kar dékánja. Dr. Futó Zoltán elmondta, a vetésfehérítő kártevő aránya emelkedett. A szakember kitért arra is, hogy a hideg tél milyen hatással lehet a terméshozamra.
A két nagy átterelő kultúra, a repce és a búza esetében azt tapasztaljuk, hogy ez a hosszú, hideg, télállósági gondokat ugyan nem okozott, viszont minimális stressz hatást okozott a növények számára. Ezért az előzetes termésbeslések alapján, amit mi látunk, azt tudjuk mondani, hogy talán nem érjük el azokat a tavaly igen kedvező rekordtermés nagyságokat, amit 2016-ban a termelők regisztráltak. A harmadik regionális búzatermesztési konferenciát június 15-én rendezik meg Szarvason, tette hozzá a dékán. A rendezvényen az érdeklődők megtekinthetik a különféle fejlesztéseket, a növényvédelmi problémák megoldásait és egyéb kutatásokat is. Csak patikákban lesz kapható több paracetamol tartalmú megfázás elleni készítmény a jövőben. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet közlése szerint a lépésre a betegek egészségének érdekében volt szükség. A napi megengedett adag ugyanis könnyen túlléphető, ami hosszú távon súlyos májkárosodáshoz vezethet. Könnyen hozzáférhető és gyorsan hat. A paracetamol sok megfázás elleni többféle hatóanyagot tartalmazó, vagyis kombinációs gyógyszerben található meg, amelynek láz- és fájdalomcsillapító hatása van, mondja az egyik Békés Csabai házi orvos. Most már csak patikában lehet kapni, azt nagyon helyesnek tartom, mert mint ahogy a víz is egy nagyon fontos, létfontosságú, de abból is, ha nagyon sokat beviszünk a szervezetbe, az mérgezést okozhat. Rövid távon a paracetamol túladagolása hány ingerhez, hímeigéshez, fejfájáshoz vezethet. Hosszú távon viszont komoly májkárosító hatása lehet a túlzott bevitelnek. Dr. Melczer Mária Ágnes elmondta, a kamara éppen azért küzd, hogy ilyen veszélyes gyógyszerek ne legyenek gyógyszertáron kívül beszerezhetőek. Bízunk benne, hogy a lakosság ezt megértéssel fogja fogadni, és valóban gyógyszertárban megy el, ahol konzultálni tud szakemberekkel. Mert ez a legfontosabb. Itt akár a szakasszisztensek, gyógyszerészek, itt mindenki ezekben a termékekben, amik ugye recept nélkül kaphatók, hát azt gondolom, hogy a legnagyobb tájékozottsággal. Van olyan azonban, aki úgy gondolja, felesleges a szigorítás. Nem tartok benne semmi kivetni valót, hogy lehessen máshol is gyógyszert venni. Nyugaton is lehet máshol is gyógyszert venni. A lakosság egy része a patikák mellett dönt. Ott veszek általában, nem szoktam más üzletbe, hát ez olyan dolog, hogy ha jót akar az ember, akkor biztos, hogy a patika az, ami jót árul. Sok nem is volt tisztában azzal, hogy ugye vény nélkül, főleg vény nélkül, hogy ő neki mire lenne szüksége, és sok kárt csinált az emberiség, saját magába vele. Valóban észrevettem én is, hogy egyre több olyan terméket lehet patikán kívül vásárolni, aminek ott lenne a helye. Ahogy én is hallottam a hírekbe, valóban vannak olyan emberek, akik érzékenyek bizonyos összetételére. Innentől kezdve szerintem igenis jó, hogyha megfelelő és szakértelemmel ellátott emberek tudják ezeket a szereket ajánlani. A szakemberek továbbra is azt tanácsolják, hogy mielőtt valamilyen gyógyszerhez nyúlnánk, forduljunk szakemberhez. Elkészült Máté István szobrászművész műhelyében agyagból az a Szent István szobor, amely bronzba öntve egy szoborkompozíció részeként kap majd helyet Békés Csabán a Szent István téren. A város képviseletében a napokban többen is felkeresték a művészt, hogy megnézzék, hol tart a munka. A szobor talapzatához a kő már a raktárban van, Szent István szobra után Szűz Mária szobra következik. A köztéri műalkotás ötletét több mint 2 éve vetették fel, amelyre a közgyűlés is rábólintott. A kompozíciót Békés Csaba újratelepítésének 300. évfordulója tiszteletére 2018. augusztus 20-án adják majd át. Sült libamájat, libacombot liba mellett és számos libából készült ételsort kóstolhatnak azok, akik ellátogatnak a csütörtökön megnyílt orosházi libamáj fesztiválra. A 3 napos rendezvényen a baromfiból készült prémium termékek mellett kiemelt szerepet kapnak a helyi termelők és a borászok is. Idén ugyanis a fesztivál díszvendégei az Arad megyei és tokai pincészetek. A gasztronómiai eseményen különböző programok, esténként élő koncertek várják az érdeklődőket. A fesztivált először Orosházán rendezték meg, majd később Budapestre került, ahonnan tavaly hozták vissza a délbékési település turistaövezetébe Gyopáros fürdőre. Orosháza és a térség gyakorlatilag egy központja a libamáj előállításnak és feldolgozásnak, illetve Orosházán van egy gyármánynak a termékpalettája, illetve a prémium terméke a világ minden táján megtalálható, és ezen felbuzdulván sok évvel ezelőtt Orosházán hívták életre ezt a kezdeményezést, az Orosházi Libamáj Fesztivált, és a tavaly évben
Budapestről hazahozván, ugyanis Budapest volt egy ideig a helyszíne ennek, tavaly hazahoztuk a rendezvényt is. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!